zsidókhoz írt levélben Pál nagyon konkrét leírja ezt a történetet. Nagyon konkrét. Azért, hogy mehetünk nyugodtan hozzá, mert mindenekben megkísértetett, csak ő nem követett el bűnt. Igen. Mi atyánk. Ez a megszólítása az Úr Jézus Krisztusnak. Igen. Zsidó 2.11-ben is van egy szöveg erről. Zsidó 2.11. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket atyapjainak hívni. Kiről van itt szó? Ki nem szégyel bennünket atyapiaknak hívni? A Jóisten. Atyapiaknak hív bennünket, és nem szégyelli. Talán egyéb a mi atyánk megszólítása. A másik gondolat, ki vagy a mennyeken. Miért tartotta fontosnak Jézus Krisztus, hogy ezt a gondolatot belefoglalja az Úr imádságba? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Miért tartotta? Én azt írtam én magamnak, és ezt mondom el nektek. Azért, hogy tudja meg az imádkozó, hogy kivel beszél. Megismétlen. Hogy tudja meg az imádkozó, hogy kivel beszél. Ki vagy a mennyekben. Igen. Jelenések könyve, és most arról beszélünk, hogy aki a mennyekben van, milyen körülmények között van ott. Vagy mik veszik körbe? Jelenések könyve 4. fejezet. Jelenések könyve 4. fejezet. Igen. Nyolctól 11-ig. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretett. Az Isten... Bocsánat, én nem jönnék olvasok. Jelenés 4 fejezet, 8-tól. És a 4 lelkes állat, amelyek közül mindeniknek 60 szárnya vala, körös körül és belül teljes valon nappal és éjjel, és meg nem szűnnek vala mondani, nem éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki van és aki van, és aki eljövendő. És mikor a lelkes állatok dicsőséget és tisztességet és állát adnak, annak, aki a királyszékben ül, annak örökkön örökké, annak, aki örökkön örökké. És leesik a 24 vén, az előtt, aki a királyszékben ül, és imádja azt, örökkön örökké él, azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáját a királyszéken teszik. Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindenek, minden, és ha te akaratodért vannak és teremtettek. Miket mondanak, akik Jézusról veszik, és hogy vannak ők? Elmegyünk Ésaiáshoz, hogy ebből mit mond erről a 6 szárnyról? Ésaiás proféta, 6. fejezete, Ésaiás 6. fejezete, Ésaiás proféta elhivatása van leírva,
6. fejezetben, 1 és 2, első és második vers. Amely esztendőben meghal a Uziás király, látnám az urat ülni magas és felemelten székben, és palástja betölti a templomot. Szerápok állnak a felette, mindeniknek 6-6 szárnyal alatt, kettővel orszáját fedébe, kettővel lábait fedébe, kettővel meg lebeget. Mit tesznek a szerátok, hogy látta Ésaiás proféta a megnyílt eget? Mi atyánk ki vagy a mennyekben? Milyen körülmények között? Hova száll az imád? Hova hat az imád? Ki elébe jut az imád? Én úgy gondolom, hogy ez beleillett a mi atyánk imádságban. Mi atyánk, ki vagy a mennyedbe? Tudd meg, imádkozó, hova járulsz? Kihez imádkozol? Aki előtt a mennyei lények, akik láthatják szemtől szembe, hogy viselkednek körülötte. Eszembe jutott most egy gyerek, ebben a pillanatban jutott eszembe. Miatt ifjúsági koromban, még koromban egy bácsi tanított bennünket, olyan 16-17 éves voltam, én is oda jöttem a ifjúsági osztályba, akkor ő volt az országos ifjúsági vezető. És soha nem felejtem, amit mondott. Mondjátok, fiatalok, amikor este lefeküztök, szoktatok imádkozni? Szoktunk. Együtt vagy különkülön? Mondta, ki ez, ki az, hogy család együtt, apuka, anyuka, külön, ilyet is mondtak. Na és hogy imádkoztok? Hát hogy tetszik érteni? Azt mondja, pizsamában? Hát mondjuk igen. Azt mondja, a király, vagy a kormányzó, vagy a miniszterére elmennétek pizsamában menni? Én úgy megjegyeztem ezt. Hogy akkor felöltözünk. Ha egy hivatalos helyre, különösen egy országvezető jelére, oda megyünk, felöltözünk szépre. Miért tesszük? Mert azzal megtiszteljük. És a jó atyát? Hát ez csak úgy egy régi dolog. Nem tudom, hogy áll-e ez a dolog, amit Koroknai bácsi mondott, vagy nem, nem tudom. De megszívlelendő. Beleillett a mi atyánk, ki vagy a mennyi. Hogy folytatja tovább? Szenteltessék meg a te neved. Hát erre nagyon sok szöveget lehetne mondani. Én egyetlen szöveget mondok. Tudjátok melyiket? Amit Mózes lehozott a Sínai hegytetejéről. Hogy is hangzik ez? A Istenről szól. Szenteltessék meg a te nevet. Az Úrnak, a te Istenednek nevét, hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül. Milyen kérdés formálódik elől, testvéreim? Milyen kérdés? Mi az, amikor mi hiába veszük fel az Isten nevét? Mi lehet az? Mert az, hogy valaki Isten káromló, és nem imádkozó, az is meg lesz büntetve, annak is jár a büntetés, aki Isten káromló. De én talán azt egy más osztályzatba tenném. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved.
Mit gondoltok, mikor veszünk fel hiába Isten nevét? Mikor vehetjük esetleg? Egy pár példa. Sokszor imába is. Sokszor imába is, igen. Mikor minden mondatunkban benne van. A mintaimában hányszor van az Atya neve emlegetve? Mi Atyánk? Kész, többször nincs. De hallottatok már olyan mondás, hogy mikor állítunk, hogy bizony Isten így volt. Mi szükség erre? Szabad? Hiába elneved. Adni szavatok, hogy legyen? Úgy, úgy. Nem, nem, igaz, ezt az esküvésre mondja, de azt is esküvésre mondja, mikor azt mondjuk, hogy emlegetjük, hogy bizony, hogy neved fel hiába. Ez is benne van. Ez is beleillik a mintaimában arra, hogy elgondolkozunk rajta, hogy imádkozunk. Következő gondolat, mert be akarunk fejezni, nem sokára. Jöjjön el a te országod. Mi ez? Vágy. Vágyból mondjuk. Vágyból. Amikor vőlegény voltam, és sokáig voltam 4 hónapig, 3 hónapig, már nem emlékszem, hogy az a régen volt. Tudjátok, hogy mi jelent a fejemben? A prédikációra figyeltem, mint én. Én közeli előttel élő beszéltek. És addig ne jönne el, amíg megesküszök. Mert én úgy tudom, Uram, hogy az Újföldön is együtt lesznek a házas párok. De lehet más egyéb dolog is. Jöjjön el a te ország. Milyen vágyból szoktunk Isten országának eljöveteléért? Van, mikor betelünk ezzel a földdel, hogy már alig bírható tovább? Jutunk el addig a pontig? Tudom biztosan, hogy a híradásokban lesznek még a mostaniakhoz képest még szörnyű dolgok is. Még szörnyű dolgok is, de már is szörnyű dolgok vannak. Például Szíria, aki a saját nemzetük, ő is már 10 000. 100 000? Nél többen is vannak, akik ölik egymást, testvérnétek. Csak egy. A hatalom legyen. Tehát ez a gazdasági világtól kezdve mindenütt így van. Ki kell mondani, hogy ezen a földön nem lesz jó fiatalnak lenni sem. Ettől még lesz rosszabb. Mert tudjátok, mikor ez a hatalom, aki ennek a földnek az ura most jelen pillanatban. Ki kell teljesedni, amikor mi torpító oroszlán szerte jár. Keresnénk, ki terjelje, hogy milyen módon akar el nyerni, az az ő taktikája. De megvan rá a te taktikája, hogy elneljen. Hogy várjunk már, hogy kimondjuk, hogy jöjjön el a országból. Mit tudnánk ezzel kapcsolatban mondani? Azért, testvéreim, hogy Isten országa minél hamarabb eljöjjön, tenni is kell valamit.